Április 4-én Alison Farquhar, a GlaxoSmithKline Kft. Ügyvezető igazgatója és Szijjártó Péter, a miniszterelnökség külügyi és külgazdasági államtitkára látta el kézjegyével azt a dokumentumot, amelyben hosszú távú partneri együttműködés mellett kötelezte el magát a két fél. Mint Szijjártó Péter beszédében kiemelte, a több mint 360 főt foglalkoztató és 345 beszállítóval dolgozó vállalat azért is fontos az országnak, mert jelentős kutatásfejlesztési tevékenységet folytat, ami a kormány törekvéseivel is egybeesik. Az államtitkár köszönetet mondott az eseményen résztvevő Kémesi György polgármesternek, amiért a város remek otthont ad a gyógyszeripari cégeknek, s hazánk egyik gyógyszeripari központjának nevezte Gödöllőt. Alison Farquhar igazgató elmondta, hogy a gödöllői üzem világviszonylatban is a GlaxoSmithKline egyik leghatékonyabb gyártótelepe, amit az is segít, hogy a cég közel 6,2 millió eurót fordított fejlesztésre az elmúlt esztendőben.